A legutóbbi Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésen ugyan vereséget szenvedett a HR-rend Kozár Misleny MB2-es labdarúgó csapata, még aznap válogatott behívó érkezett a gárdához. Kosznovszki Márk, aki az MTK-tól kölcsönben játszik Kozár Mislenyben, pályára lépett az MB1-ben és már az olasz élvonalban is bemutatkozott, meghívót kapott az U21-es válogatott keretébe. A nyári korosztályváltás óta két nemzetközi mérkőzésen van túl Gera Zoltán együttese. A bolgárokat és a litvánokat is sikerült 1-0-ra legyőznie a korosztályos magyar nemzeti együttesnek. A meccs után szerdán tudtam meg, hogy behívtak. Igazából csak annyi, hogy most ugye lesz egy szabad hétvége lett volna, ugye a bajnokságban, hogy nem játszunk, viszont így nekem lesz egy hetem, amikor Törökországba megyünk, és akkor ott játszunk két mérkőzést. A törökországi Belekben először november 17-én Azerbajdzsán korosztályos csapatával, november 20-án pedig Dániával játszik a magyar U21-es válogatott.